Megújulva, újra kinyitja kapuit Pakson a Kápolna utcai bölcsöde, mely a demográfiai változások miatt 2007-ben zárt be. Az ünnepélyes átadáson a szalagot Lukácsi Magyar Melinda intézményvezető, Kovács Pál államtitkár és Szabó Péter polgármester vágták át. 2010 óta a házasságok száma duplájára növekedett, a válások 60 éve nem látott mélyponton vannak, és a születések száma pedig emelkedik. Ezért vált szükségessé Pakson a Kápolna utcában a több mint 10 éve bezárt bölcsödei épület eredeti funkciójának a visszaállítása, melyről 2019-ben döntött a képviselőtestület. A fejlesztésre a terület és településfejlesztési operatív programban közel 924 millió forint pályázati támogatást nyert Paksváros önkormányzata. Ebből a jelentős összegből 762 millió forintot költöttünk az épületek teljes külső és belső felújítására, a teraszok, az udvar és a parkoló kialakítására is. A fennmaradó összeget pedig bútorzatra, gépekre, a napi működést kiszolgáló és segítő eszközökre tudtuk fordítani. A 21. századi európai színvonalú bölcsöde 80 kisgyermeket tud fogadni. A bölcsöde épülete három nevelési és gondozási egységet, egy igazgatási, szociális helységekből álló tömböt és egy melegítő konyhát foglal magába. Az épület 6 gyermekcsoportjában összesen 80 kisgyermek fogadására lesz lehetőség. A bölcsöde mellett 32 férőhelyes parkoló is megépítésre került. A felújított épületet jövő hét folyamán vehetik birtokba a gyerekek,